Ez egy nagyon közismert, igen, sokszor hallottuk már, hogy jöjjetek én hozzám. Jézus hív bennünket. Jézus hív bennünket. Megszólít bennünket, és amíg az életünk tart, az életünk folyamán átélhetjük azt, hogy az Úr különböző időszakokban szól hozzánk, az élet szakaszunknak megfelelően, és ez olyan jó dolog. A mai ige jutott eszembe akaratlanul, nem tudom, hogy olvastátok-e a Lukács evangéliumból, a gazdag és a Lázár története volt a mai ige, és ami itt megdöbbentő a gazdag és a Lázár történetébe, hogy ez a gazdag, miután elkárhozott, és ugye olvasunk róla, hogy milyen kínokat szenvedett, hogy nem Istenhez fordul, hanem Ábrahámhoz. Ez máma annyira megdöbbentett, és arra kéri Ábrahámot, hogy valamit tegyen, küldjön vissza, ha lehet, akkor Lázárt, vagy egy halottat, feltámadva, hogy az ő öt testvére megtérhessen. Szó szerint ez volt. Tehát a gazdag tudta, hogy meg kell térnie. De nem tért meg az életébe. És nem az ellen tiltakozik, hogy jogtalan a szenvedése, a kárhozat és a nyomorúsága, hanem ezen gondolkoztam, hogy volt benne egy picike mentő szeretet, legalább a testvéreit szerette, az öt testvért, hogy mentsd meg őket, Ábrahám. Csak hogy Ábrahám azt mondta, hogy én nem tudok megmenteni senkit se, én nem tudok visszaküldeni senkit, és úgyse használna. És nagyon sokszor az Úr azt mondja, gyere hozzám, de nem akarok menni. Vannak kifogásaim, amiért nem mindenkinek szíve joga, hiszen Isten szabad akaratot adott erre, tehát senki nem nincs erre kényszerítve, te döntöd el, de hogy aztán már nem tud az Úr segíteni. Ha te nem mész, ennek a gazdag embernek az életébe se avatkozott bele az Úr. Élte a maga gazdagságát. Szórakozott, patyolatba, bíborba öltözött, a legdivatosabb szerelése volt, szerkója, ugye, mindenféle, és amikor rádöbbent arra, hogy minden elveszett, akkor Ábrahámhoz megy. Te kihez mész? És te kiért nem akarod, hogy Jézus legyen az életed ura? Mert hogy itt ugye azért mégiscsak az igében erről van szó, hogy elfogadjuk, vagy elutasítjuk. És itt nem kevesebbről van szó, mint az életünk tartalmáról, és az üdvösségünkről. Istenhez tartozom, vagy pedig a sötétség erőihez. Vannak ilyen mindenféle kifejezések, hogy a világhoz, ehhez, ahhoz. Itt két dolog van. Vagy az Úr, vagy a sötétség. Az életben is vannak nagyon pokolian sikerült életek, mint pedig mindenki ugye fiatalon, akár tizenéves korában is úgy gondolja, hogy ő boldog ember szeretne lenni. Csak hogy az Úr nélkül nincs békesség, az Úr nélkül nincs szeretet, az Úr nélkül nincs hovatartozás, hanem sodródunk. Egyik embertől a másikig, egyik erőtől a másikig, és nem kapjuk meg azt, ami gyönyörűséges és ami könnyű. Pedig mindenki a gyönyörűséges élet után vágyódik. Igazat mondok, fiatalok? Ki az, aki nem akar boldog lenni? Ki az, aki nem akar örvendezni? Ki az, aki boldog? Én megelégedett vagyok abban, amiben vagyok. Na, tehát azért vannak itt boldog fiatalok, halleluja. Tehát ez a gazdag ember, ez nem se a magának, se a testvéreinek nem találta meg az üdvösséget, nem tudta odaadni, mert egy valaki tudja. És milyen érdekes, hogy azt mondja ez a gazdag az igében, hogy a halottak közül küldjél egyet.
Hát a mennyei atya küldött egyet a halottak közül, aki feltámadt, aki most itt van a Szentlélek által, a feltámadott Jézus, és téged hív. Jöjj én hozzám. Neked az se használ? Mindenkinek szíve joga. Bocsánat, csak reggel nagyon megragadott ez az ige, sokat olvastam, de most az Ábrahám, hogy ez miért nem az örökkévaló Istenhez fordult? Hát miért Ábrahámhoz? Azért, mert a vallásos ismeretei addig voltak, és ő soha nem akart túllépni Ábrahámon. És milyen csodálatos az igébe, hogy Ábrahám arra hivatkozik, hát van Mózesed, hát van törvényed, abba benne van, szeresd az Urat, szeresd fele barátodat, meg magadat is. Hát ha nem segít rajtad Isten törvénye, ha nem segít rajtad a proféták, akik azt mondják, hogy térd meg, és ez a gazdag ifjú tudta, hogy meg kell térni a testvéreinek, ha már ő nem tért meg. Nagyon, nagyon sokat jelentett most nekem ez az ige, elnézést, ha így kitértem rá, de ez a jöjjetek én hozzám, kihez mész? És ha csak a vallásosságig jutottál el, és nem a feltámadott Jézus Krisztusig, akkor az életedben nincs ott a megváltó, a megváltás, az Istenhez tartozás. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, hanem én által. Csak én általam, mondja Jézus. Nem, nincs más út. Nincsen ábrahámi kerülő utacskák. Vagy az Úrnak adom a teljes szívem, lelkem, vagy nem. És akkor az Úr így folytatja, azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám, és így folytatja, hogy vegyétek föl. Ahhoz, hogy az ember valamit fölvegyen, le kell vetkőzni. Tehát azt nem lehet, hogy van egy iga, ami töri a nyakamat, nagyon szorít, mert vastag nyakam van, igen nagy természetem van, ahhoz le kell venni, hogy azt, ami rám illik, ami személyre szabott, azt föl tudjam venni. Az iga hordó barmokat, állatokat, akár az ökröket, szamarakat, más állatokat is, itt Magyarországon faluhelyen még a teheneket is ilyen járomba, igába rakják, és azért, hogy terhet tudjanak vinni, és ne húzzanak ketten kétfele, egyik jobbra, másik balra, hanem hogy együtt, közösen, könnyen tudják vinni a terhet. És ez olyan csodálatos, hogy az Úr személyre szabja a terheket, az igát az én számomra is, hogy könnyen tudjam vinni a terheket. És az az iga, amelyik személyre szabott, annak a tulajdonosa a teherhordozásba igen kiváló, mert nem szorítja, nem terheli, mert megkönnyíti. Az Úr azt mondja, ha magadra veszed az én igámat, akkor az nem fog téged szorítani, és akkor könnyen fogod vinni a terheket, és a teher gyönyörűség lesz, és nem teher. Ez valóban így van, és itt az Úr több dolog is megragadt az igéből, az egyik, hogy a rám illő igát kell fölvenni, amit Jézus készített a számomra. Nem azt, ami a másik szolgálata, nem azt, ami a másik terhe, hanem azt a terhet, amit az Úr rám rakott. Azt kell vinni, a rám illő igát kell vinni. Aztán azt mondja az Úr, hogy tanuljatok tőlem. Akkor könnyű az Úr szolgálata, ha Jézust követjük, ha Krisztus központú az életünk. Nagyon sok embernek nem Krisztus központú az élete, hanem ember központú. Azért járok az énekkarba, mert a barátnőm is ott énekel. És ha ő nem jön, akkor én se jövök. Azért járok a gyülekezetbe, mert mások is oda járnak, akiket én szeretek. Én egy dologért járok a gyülekezetbe, az pedig a feltámadott Jézus Krisztus.
Tehát meg kell tanulni azt, hogy az életünk elsősorban Krisztus központú legyen. Ha békés, szeretetteljes, boldog ember akarsz lenni, olyan igazi, felejtős ember, mert nagyon boldogok a felejtős emberek. Miért? Mert ugye nincsen felelősségük. Ha Jézus központ az életem, akkor elfelejthetem, hogy belém rúgtak, elfelejthetem, hogy lábtörlőnek használtak, elfelejthettem azt, hogy nem én vagyok a központban, mert nem én vagyok a fontos, hanem Krisztus. Itt, ha már ezeket sorolod, Modersohn Ernő lelkész volt, aki a lábtörlőbe beleíratta a nevét, hogy valaki csak bejön hozzá a házába, és megtörli a lábát, hogy ő benne nyugodtan megtörölheti. Hát nem tudom, hogy nekünk van-e ilyen lábtörlőnk. Ez a lelki nagyság. Amikor itt azt mondja Jézus, hogy tanuljatok tőlem, és ha Jézustól tanulok, akkor a szívem állapota megváltozik. Ugye, hogy egy versben milyen sok tömör dolog van, azt mondja, hogy tanuljátok meg, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok. Van egy másik ilyen vers, ami fiatal koromban nagyon sokat jelentett a számomra. Ez a mondat van benne, hogy aki lábtörlő, az is testvér. És hogy nagyon sokszor megválogatnánk, hogy ki a testvérünk, de hogy az Úrtól megtanuljuk, hogy ő mindenkit hív, és aki a Krisztusé, az a testvérem. Mindegy, hogy milyen rangja, elismertsége van. A Lázárok is a testvéreim. Én nagyon hálás vagyok az Úrnak, mert időről időre a kapumban mindig letesz egy Lázárt, akiről személyesen nekem kell gondoskodni, és amikor nagyon nehéz, mert olyan nagyon érdemtelen a világi szemmel szólva, nézve, akkor mindig Csándor bácsival elősítjük egymást. Az Úr tette le. Ő a mi Lázárunk. Hát gondolhatjátok, milyen sebei lehettek, ha a kutyák nyalták. Büdös is volt. Gennyes is volt. És soha nem, emberileg nem könnyű, amikor az Úr valakit letesz az én kapumba, de akarom a terhét fölvenni. Én úgy gondolom, hogy kitüntetés, hogy az embernek van egy Lázára, mert nagyon értékesek a Lázárok, és hordozni őket nagy kegyelem. Tehát megtanulni az alázatos szívet, a szív megváltozását, és akkor a lélekben ott lesz a Krisztus békessége. Nekem békességem van abban, amiben vagyok. Krisztustól kaptam ezt a békességet. Megelégedett vagyok, mondja Pál apostol, ezt tegnap is idéztem, abban, amiben vagyok. A mi életünkben volt egy kor, így is mondhatjuk, hogy az üldöztetés kora, ezt ti nagyon jól értitek, oda helyeztek bennünket lelkésznek, ahol senki nem érhetett utol, Magyarország legtávolabbi részére, de nem csak távolira, nem volt közlekedés. Egyetlen egy buszjárat volt, 4-5-szöri átszállás után Budapestről, az pedig hajnal 4-kor indult. És hát úgy gondolták az akkori politikai, egyházi vezetők, hogy oda tesszük, mert oda nem jönnek utána se a fiatalok, se a hívek. De az emberekben ott volt a Jézus hívása, és a megfáradt hívőkben a Szentlélek utáni vágy olyan nagy volt, hogy nem számított, hogy hajnalba kellett elindulni, és késő este értek igen fárasztó út után. Úgyhogy olyan sok ember jött abban az időben, hogy amikor felszálltak a buszra, az idegenek, ugye a kalauz ismerte a környékbelieket, mondta az idegennek, ugye a tiszteletes úri kéri a jegyet, majd szólok, ha le kell szállni.
és hogy az úrigáját fölvenni és az ő terhét hordozni, sokan sajnáltak bennünket, és siránkoztak, és mondták, ők ezt nem tudnák vállalni. Az egyik hívő lelkész azt mondta, hogy hát nekem több gyerekem is van, csak nem képzeled, hogy evangelizálok, meg az embereket nyíltan hívogatom. Féltem a családomat, meg akkor innen elraknak, és hogy járnak majd iskolába a gyerekeink. Mi pedig boldogok voltunk. Olyan nagy csodák és jelek történtek ott, hogy aki megérkezett, az biztos, hogy magával, az Úrral és áldásával mehetett. Hirtelen eszembe jutott az az ember, aki le volt bénulva, befgyere korja volt, teljesen és egy tükörrel nézegetett, úgy beszélt emberekkel, mert még a nyakát se tudta fordítani. És képzeljétek, megérkezett Szabolcs-Szatmár megye közlekedésmentes helységébe, úgy, hogy autóval hozták, és amikor kérdeztük, hogy betolták ugye egy ilyen ágyon, hogy hát miért is jöttél, azt mondta, mert vágyok a Szentlélek kerességre. És akkor ott, akik ott voltak testvérek, imádkoztunk, leszállt a Szentlélek, betöltötte, és nagyon-nagyon boldog élete lett, és szolgáló élet. Az ágyához jártak az emberek, hogy lelkieket kapjanak. És mindig azt mondták, jövünk beteget látogatni, de olyan áldással megyünk el, hogy nem is tudjuk elmondani. Tehát az, hogy a teher az nagyon nagy áldás, ha az Úr Jézussal visszük, ha vele tesszük, ha fölvesszük, ha Jézustól tanuljuk a szolgálatot. Ugye Jézus hogy mondja az övéinek, akik körülvették, nem csak hogy tanuljátok meg. A gazdag nem tudta Ábrahámtól megtanulni, a gazdag nem tudta Mózes törvényéből megtanulni, nem tudta a prófétákból megtanulni. Miért? Mert a szíve be volt zárva, és távol volt Istentől. Minden ezen múlik. Ha közel megyek az Úrhoz, és engedem, hogy közel jöjjön hozzám, ugye itt jöjjetek, nekem kell oda menni, arról van szó, akkor az Úr megadja a változást, és ez egy csodálatos változás. Egy igét írtam még föl, amit Jézus Péternek mondott, mert a megrepett nádat nem töri el, és a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, míg nem diadalra viszi az ítéletet, az ő ügyét, a Máté Evangélium 12. rész, 20. verse, ami ide vonatkozik, hogy Péter is Jézushoz ment. Hát ilyen megrepett nádszál volt, ugye Simon volt a neve, és hogy Jézus nem törte ketté. Jézusnak olyan szíve volt, hogy mindenkivel foglalkozott, és Péternek személyre volt szabva az igája. Azt mondta, hogy te leszel a kőszikra, rajtad fogom megépíteni. Hát ugye ez a kis jellemtelen Péterke, aki átkozta is az Urat, aki mindent ígért, aztán semmit se csinált, mert féltette a maga életét, hogy mégis az Úr nem törte el. És soha ne félj attól. Ha te ragaszkodsz az Úrhoz, akkor az Úr meg fog tartani. Meg fog erősíteni, bármilyen a szíved, belső változást fog adni. Az Úr nem neked kell magadból kiizzadni. Jézus teszi ezt, ahogy megtette Péterrel is. Tehát a nem rám illő igát le kell venni, és a személyre szabottat föl kell venni. A szívem állapotát Jézus tudja megváltoztatni, ha kész vagyok tanulni tőle. Az Úr terhe az könnyű, és hogy ha a teljes életed az Úrnak adod. A két úton sántikálónak igen nehéz a teher, mert sántikálva vinni nagy terhet, az nehéz, de az Úrral vinni könnyű. És egy kis példával fejezném be.
két hívő ember nagyon nehéz körülmények között szolgált, és azért imádkozott mind a kettő, hogy az Úr valami módon segítsen nekik a teherviselésbe. Egy zsák rizsát kellett volna egyik városból vagy helységből a másikba vinni, és az egyik imádkozott, Uram, adj erőt, hogy ezt a nagy zsák rizsát el tudjam vinni az éhezőknek. El is vitte, meg is főzték, igen jól laktak. A másik hívő azért imádkozott, Uram, add meg, hogy én nekem csak egy fél zsákot kelljen elvinni, mert nekem nincs erőm, hogy többet vigyek. És amire sorra került, mondták, hogy sajnálják, de csak fél zsákkal van. És akkor ő pedig hálát adott az Úrnak, hogy hát meghallgatta az Úr, ennyire van ereje, ezt viszi. Összetalálkozott ez a két missziós ember, és az egyik azt mondta, képzeld, az Úr olyan erőt adott, hogy végig tudtam vinni a zsák rizsát, és mindenkinek jutott, minden éhezőnek, akinek szolgáltam. A másik azt mondja, képzeld, imádkoztam, hogy én nekem csak fél zsákot kelljen vinni. És pontosan én nekem csak fél zsák jutott, de azt el tudtam vinni. Na ez a személyre szabott teherviselés. Mind a kettő boldog volt, mind a kettő arról tett bizonyságot, hogy az Úr hogyan áldotta meg. Neked van bizonyságtételed? Hogy a terheket hogy segített az Úr vinni? Vagy nincs is terhed, mert már régen letetted, vagy föl se vetted, vagy pedig örömmel, gyönyörűséggel tudod vinni. Itt be is fejezném, a mi életünkben nagyon sok teher volt, amit a világi emberek tehernek láttak. Meg kell, hogy mondjam nektek, hogy az én számomra gyönyörűség volt. Ha csak a templom építésre gondolok. Amikor ezt a romos templomot megvettük, a mindenki templomát, akkor volt, aki azt mondta, rád fog szakadni. 20 évig se fogjátok megcsinálni. Ezt hogy lehet fölvállalni? Meg kell, hogy mondjam nektek, hogy én csak ámultam és bámultam, ahogyan az Úr maga munkálkodott. 1 év alatt elkészült minden. Át is adtuk, és megkezdődött az evangelizáció. Lett otthon a gyülekezetnek. Hogy teher volt, én szerintem áldás volt mindenképpen. És nagyon sok minden az életünkben, a te életedben is. A Krisztus követése azon múlik, hogy jössz, elveszed-e a kegyelmet, vagy úgy csinálsz, mint a gazdag. Élte a maga életét. Köszönöm szépen!